Bár a Magyar Vörö Vöröskereszt egész évben tudja fogadni a felajánlásokat, az adventi időszakban még fontosabb szerepe van az adománygyűjtésnek, és a lakosság is aktívabb az év utolsó hónapjában. Köszöntöm a stúdióban Gurá Edinát, a Magyar Vöröskereszt szabolcs Mábereg megyei szervezetének igazgatóját. Jó Köszönöm este. a nézőket. Hogyan tudnánk esetleg arányokban kifejezni, ez az, az utolsó hónap mennyire aktív az adománygyűjtésben, az éves adományoknak hány százaléka az, ami ilyenkor jön be? Az egész éves adományainkat, hogyha megnézzük, akkor ilyenkor érkezik igazándiból a tartós élelmiszeradományok, ebben az időszakban érkeznek a szervezethez. Egész évben fogadjuk és osztjuk az adományokat a rászorulók részére. Mi azokat, tehát azt az adományt tudjuk továbbítani, ami hozzánk beérkezik. Ez elsősorban ruházati dolgokból szokott összeállni, illetve játékokból, könyvekből van nagyobb mennyiség, amit egész évben hoznak az adományozók. Ez is nagyon hasznos és nagyon jó, mert az annak, akinek erre nincs, nem telik, annak óriási segítséget jelent, hogyha egy-egy aprósággal például a gyerekeket tudjuk segíteni a karácsony tájéken mindenkinek egy picit jobban megnyílik a szíve, ilyenkor több szeretet akciót is elszoktunk, és több gyűjtési akciót is elszoktunk indítani. Az egyik ilyen a csak egy kis apróság kezdeményezésünk, ami már most harmadik évben került megszervezésre. Ebben az iskolákat hívjuk partnerként az adománygyűjtési akcióba. Az elnevezés arra utal, hogy minden bekapcsolódó iskolában egy-egy gyereknek csak egy-egy amit kell hoznia, például egy lisztet, egy tésztát, egy konzervet, egy csokoládét, és ebből a sok piciből áll össze valami nagy és nagyszerű dolog. Arra kell nagyon odafigyelni, mert nyilván ebben a szülők segítsége az nélkülözhetetlen, hogy tartós élelmiszerben csak olyan élelmiszer kerülhet hozzánk, aminek a szavatossági ideje jó és megfelelően van még idő arra, hogy a lejártane a, a közeli jövőben következzen be, ugyanis ilyen élelmiszereket mi nem adhatunk oda a ránszorulóknak. Lesznek nagy áruházakban gyűjtéseink, ez több karitatív szervezet is megszervezi ezeket. Én azt kérem a, a lakosoktól, az adományozni kívánóktól, hogy vegyék észre majd a mistandjainkat is, és a bevásárlókocsiainkat töltsék föl, illetve a kihelyezett persejekbe is, hogyha van pár száz forintjuk, ami jó is nem ez célra adható, akkor azt is nagyon megköszönjük. Ezeket a persejes gyűjtéseket visszaforgatjuk, és tartós élelmiszert vásárolunk. Minden évben több száz rászorultat szoktunk segíteni, nyilván annak függvényében, hogy hozzánk milyen mennyiségű élelmiszeradomány érkezik. Részt vettünk és részesülünk a magyarok kenyere adományozási akcióban, úgyhogy az biztos, hogy nagyon sok lisztet ki fogunk tudni osztani a megyében, és ehhez a liszthez még várjuk a megfelelő élelmiszereket, tisztítószereket, tisztálkodószereket, ilyenkor mind nagyon hasznos. Hány önkéntes segíti a Vöröskereszt munkáját, hiszen ezt a rengeteg adományt el is kell juttatni? azokhoz, akiket megillet. Hát megyeszinten én azt mondhatom, hogy több száz önkéntes az, aki ilyenkor aktívan bekapcsolódik, hiszen nem lehet ilyenkor sem a szülői munkaközösségek tagjairól, sem az intézményvezetőkről, pedagógusokról megfeledkezni, akik lehet, hogy úgymond hivatalosan nem önkéntesei a Vöröskeresznek, de ilyenkor nagyon szépen segítenek nekünk, és ezt ezúton is szeretném nekik megköszönni, hiszen nem tudnánk annyira szorulóhoz eljutni, hogyha az ő támogatásuk nem állna mögöttünk. A Vörös Kereszt egészen egyedülálló módon kereskedelmi tevékenységbe is kezdett, azért, hogy a bevételeit be tudja forgatni akár az adományokba, vagy a logisztikába. Mi az, amit bevállalt a ezek, ezek, saját márkás termékek, pénztárak közelébe, illetve édességpultokon lehet megtalálni azokat a termékeket, amelyek lugúzott termékek, és azzal, hogy valaki egy bizonyos fajta csokoládét, vagy bizonyos fajta szaloncukrot választ ilyenkor a vásárláskor, az egyben a vörös keresztet is támogatja, illetve több ilyen kisebb játék és ajándéktárgy, ilyen hasznos használati eszköz, például elem lámpa, fejlámpa, kulcstartó került ö, nagyobb áruházakban a pénztárak közelében kihelyezésre. Ezekre szintén ugyanez vonatkozik, hogy ha ezt vásárolják, akkor egyben a vörös keresztet is támogatják. Akkor célszerű erre így Mikulás és Karácsony Igen. előtt gondolni, ha egyébként is vásárol az ember, akkor figyelje. Figyelje, a vörös hogy kereszt egy jó célt is szolgáljon. Amennyire én tudom, egy kávézó is nyílt igaz, nem Nyíregyházán, hanem Budapesten. Igen, ez az Empati kávézó, ami a vörös kereszt székházának a földszint Került kialakításra. Ez is egy új keletű kezdeményezés, ahol Különböző rendezvényeket lehet megszervezni, hogyha valaki Budapesten jár, a székházunk nagyon jó helyen van, nagyon jól megközelíthető helyen, akkor mindenképpen keresse föl. Ott is vannak bizonyos termékek, amiket meg lehet vásárolni, és azzal szintén támogatnak, illetve maguknak az, az ott fogyasztással is, a vörös, kez, a vörös keresztet magát is támogatják. Ami viszont a Vöröskereszt alaptevékenysége és szintén aktuális a téma, az a véradás. De azt gondolom, akár karácsonyi ajándéknak sem rossz. Ez bizony nem az. Én nagyon szeretem a víradó tevékenységünket. Ez az, ez az a hónap, amikor elismerjük és megköszönjük azoknak a donoroknak, akik elköteleződtek emellett az ügy mellett, és szinte anélkül, hogy szólítanánk őket, nyújtják a karjukat, mert van egy belső elhívásuk a dologgal kapcsolatban és amint letelik az a ö, bizonyos időszak, újra mehetnek vért adni, ezt évente háromszor-négyszer megteszik, úgyhogy ö, novemberben, november ö, holnap van a véradók napja az országos véradó ünnepségen provita díjat, véradó barát munkahelyet, véradó közösséget és véradó szervezőket fogunk elismerni. Csütörtökön pedig a megyei ünnepségünkön a megyei véradókat fogjuk köszönteni. Emellett minden területünkön két-három véradó ünnepségen, kis településeken köszönjük meg a véradóknak azt, hogy csatlakoztak a véradó mozgalomhoz. Mennyire tud megújulni a véradó? Társadalom arra vagyok kíváncsi, hogy a fiatalok mennyire fogékonyak erre viszonylag fogékonyak, egy-egy véradásra eljönnek, inkább a bentartásuk az, ami ami nehézkesebb, hiszen aki ide jár gimnáziumba, elkerül a megyéből, máshol tanul. Én csak bízom benne, hogy egy másik helyen, egy-egy egyetemi véradáson, hogyha meglátják a hirdetéseinket, a plakátjainkat, akkor ugyanúgy megszólítja őket az ügy, mint amikor a gimnáziumba, akár egy jobb ötös, egy ötösért, vagy egy jobb jegyért, vagy annak reményében elmennek, mert nagyon sokszor a pedagógusok próbálják ilyen módon ö, is ö, motiválni őket, hogy ö, adnak nekik lehetőséget mondjuk a javításra. Ö, ugyanakkor az lenne a jó, hogyha ezek a fiatalok benn maradnának a, a véradók közösségben, számolnunk kell a megyében azzal, hogy az átlag életkor ö, Emelkedik, így van, és ezzel együtt az életkor növekedéssel az egészségi állapot viszont romlik, és nagyon sok olyan betegség jelenik meg a véradók között is, amivel már nem adhatnak vért, vagy olyan gyógyszereket kezdenek elszedni, amivel már nem adhatnak vért. Mindig elmondjuk, és most is azt gondolom, hogy fontos hangsúlyozni, hogyha valaki véradó, az egyben azt jelenti, hogy egészséges. Gurály Edina, köszönöm szépen, hogy befáradt ma hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget.